520 új hallgatóval kezdte a tanévet a Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar. Az évnyitó ünnepség fontos esemény az első évesek számára, hiszen hivatalos keretek között is megkezdődik a tanév. Dr. Horváth Géza, a kar dékánya ünnepi köszöntőjében hasznos tanácsokkal látta el az első éveseket, valamint a kar tudományos életében való aktív részvételre buzdította őket. A Pannon Egyetem és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Főiskola között született együttműködésű megállapodást dr. Horváth Géza, valamint dr. Orosz Ildikó adták át egymásnak. A megállapodás elsősorban azt a célt szolgálja, hogy megerősödjön a két intézmény közötti kapcsolat. A karnak vannak még ezen kívül jövőbeli tervei. Irodalom és Művelődéstudományi Doktori Iskola fölépítése, amelyet elhatároztunk, ami bekerült a kar és az egyetem intézmény fejlesztési tervébe, tehát ennek a létrehozásán folyamatosan munkálkodnunk kell. Az előző fél év végén meghirdetett évszakdolgozat a pályázat eredményhirdetésére is sor került. A nyertesek emléklapot és 50 ezer forintot vehettek át. Az ünnepség végén dr. Horváth Géza dékán úr egyetemi polgárokká fogadta az új hallgatókat.